Sziasztok! Csak éppen fésülködtem, de már készen is vagyok. Sziasztok, és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy paletta három smink a Disney és Essence Ariel palettájáról. Őszintén megmondom nektek, hogy a négy paletta közül ennek a színkombinációja fogott meg a leginkább, és egy két ember már kérte tőlem, hogy ez legyen a következő, úgyhogy itt is vagyok, és ezzel a palettával fogok három sminket elkészíteni nektek. Hasonlóképpen fog lezajlani, mint a Sof Extra Spice palettájáról készült videó. Itt fönt lesz a link, hogyha még esetleg nem láttátok. Úgyhogy ebben a videóban három sminket fogok megmutatni, és elvileg az előző videó már megvolt, mint swatcholva, elmondtam róla a véleményemet, és megnéztük, hogy milyen is ez a paletta valójában. Úgyhogy íme a három smink, úgyhogy kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan készül, és mit tudok kihozni ebből a palettából, akkor ne kattintsatok sehova. Szóval akkor kezdjük is el az első sminket az Essence és Disney Ariel palettával. És úgy gondoltam, hogy első alkalommal valahogy ezt az utolsó lilás-zöldes sort akarom használni, mert ez a leginkább kis hablányos, tehát hogy a lila az pont olyan, mint ugye a melltartója, ez a két zöld cím pedig olyan, mint az uszonya. És valami ilyesmit, de mégis nagyon modernet akarok vele kreálni. Úgyhogy először ezt az ötödik, nagyon világos lila pasztell árnyalatot fogom felvinni, és olyan módon, hogy végig is egy ilyen cut crease alakban egészen ide ki fogom húzni, kicsit ilyen cicaszem-szerűre. És először egy nagy puffy ecsetet fogok használni, utána pedig egy picit precízebb ecsettel fogok dolgozni. Láthatjátok, elég pasztell, úgyhogy csak tényleg kíváncsiságból a NYX Jumbo szemszerezelyet fogom használni miatt árnyalatban a másik szememre szemhéj alapként, és megpróbálom úgy felvinni, kíváncsi vagyok, hogy valami egyéb más történni fog-e. Majd pedig egy nagyon világos lila szemszerezet fogok használni, ez igazából egy szájkontúr, ez a Lovely Hololips ilyen szájfény és szájkontúr ceruza duóból a ceruzája, és ez a Unicorn Paradise árnyalat, viszont ennek pont tök jó színe van, és azt fogom csinálni, hogy fel fogom vinni ide az alsó vízvonalra, egy picit leviszem az alsó szempillasorra is, és így szépen össze fogom kötni, és mielőtt ezt megteszem, előtte szépen korrektorral egy ilyen kis cut crease-t csinálok, hogy egy kicsit eltöröljem ezeket a dolgokat, amiket itt műveltem. Ez olyan a cut crease-ben, hogy nem kell igazából odafigyelni, hogy mennyire maszatolod szét a szemhéjpudert, mert utána úgy is szépen kivágod, viszont utána itt ezt az alsó rész szépen itt teljesen össze fogom kötni. Majd, hogy felvittük ezt a lila alapot, szintén ugyanezt az első lilát fogom használni, és egy picit szépen eldolgozom, viszont itt már jobban odafigyelek, úgyhogy egyszerű zercsetet fogok használni. Igazából most ugrik a majom a vízbe, mert eddig nekem ez így tökre tetszik, jó ez a lila szín, amúgy így is tökre hordható, egy-két kiegészítővel jól mutat. Viszont
én most ezt a, hát nagyon metal, olyasmi, mint ami a jelzőnyos palettában volt, mikor az első benyomásos videót csináltam, itt lesz fönt a link. Nagyjából ehhez hasonlítható ez a szín. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ezzel a színnel fogom kitölteni ezt a cut crease-t, amit itt még kivágtunk. Elméletileg jól néz ki, maximum majd nem. Úgyhogy ezt a színt fogom használni, és először újra fogom felvinni, főleg ide a szemhéjam közepére, és a kicsi a hely, de egy nagyon kis pici gadgetet fogok használni. Na hát ez egyáltalán nem is néz ki rosszul, és tényleg nagyon szépen csillog, és a színek is jönnek egymáshoz. Úgyhogy végül a belső szemzokba ezt az első árnyalatot fogom felvinni, ami egy ilyen kékezöld irizáló, és úgy látom, hogy ez inkább egy ilyen topper-szerű, nem feltétlenül sima szemhéjpuder, úgyhogy egy kicsi ecsettel ezt fogom felvinni a belső szemzokba. Majd pedig felaplikálom a szempillaspirált, ami az Essence You Better Work szempillaspirál lesz, és utána visszatérhetünk a rúzsra. Végezetül pedig jöhet a rúzs, ami nem lesz más, mint a NYX Liquid Suede Folyékony Rúzs a TN Cookies árnyalatban. Ez egy ilyen nagyon világos, rózsaszínes árnyalat, és tehettem volna fel ehhez hasonló lila szín, de az szerintem egy kicsit overkill lett volna. Úgyhogy helyette egy ilyen világos rózsaszín, még mindig a lila tónusához illő árnyalatot fogok felvinni. Igazából el is készült a három sminkből az első, amihez ezeket a lila és zöld árnyalatokat használtam, hogy tényleg kicsit ilyen kis hablányosabb feelingű legyen. Akkor jöhet a második smink, amit ezzel a palettával fogok elkészíteni. És úgy gondoltam, hogy valami vöröseset szeretnék csinálni, hiszen ugye Ariel haja is vörös, és milyen jó lenne, hogyha most az enyém is úgy lenne befestve, az úgy nagyon jól néz neki. Úgyhogy így ezeket a vöröseket, meg valami kis sötét zöldet szeretnék használni. És most nagyon bele vagyok hűlve a cut crease-ba, úgyhogy megint egy hasonlót, de nem pontosan ugyanazt fogom csinálni. Úgyhogy először ezt a harmadik számú matt piros szín fogom használni, és egy kicsit cica szem alakban, hát végül is egy cut crease fogunk csinálni. Pedig ki fogom vágni a szemhéjamat, amihez a BH Cosmetics Studio Pro korrektorát fogom használni, és mivel nekem elég nagy a szemem, ezért viszonylag magasan fogom kivágni, ami azt jelenti, hogy ha kinyitom, hát jó magasan ki fogom vágni. Viszonylag vékony piros sávnak kellene majd maradnia, de sokkal jobban látható, mint érthető, amint látjátok majd a képet róla. Majd pedig a szemhéjamra kettő darab csillogó színt fogok használni. Az első, az ez a negyedik metál kékes zöld,
Kamerán nem biztos, hogy át fog jönni, de a kettő között az a különbség, hogy ez inkább zöldesebb, ez pedig inkább kékesebb árnyalatú, de majd most meglátjuk, hogy a szemhéjön ez mennyire fog érvényesülni. Majd pedig ezt az utolsó előtti szintén metálvörös árnyalatot fogom használni. A kéket ide az első felére, a pirosat pedig a másik felére, és úgy akarom megcsinálni, hogy a piros cut crease és a két szín között, amit most felviszek, legyen egy üres, egy légüres tér, úgyhogy most nagyon pici kelcseteket fogok használni, és utána majd vissza fogok menni egy fedefejű ecsettel és a korrektorral, hogy kicsit megtisztítsam még egyszer azt a területet, úgyhogy lesz végül is egy ilyen dupla cut crease-szerű valami. Pedig visszamegyek az elsőnek használt matt piros színre, és az alsó szempilla sorra fogom felvinni. Belső szemszögből pedig úgy döntöttem, hogy ezt a nagyon metálnak tűnő ezüst árnyalatot fogom használni, és egy pici kelcsettel fogom felvinni, de tényleg csak nagyon a belső szemszögből. Pedig készíteni fogok egy cica szemet, amihez a Makeup Revolution Renaissance Flick eyelinerét fogom használni. Felviszem a szempilla spirált és vissza is térhetünk a rúzsra. És vissza is tértem, a szempilla spirálnak az Essence Get Big Lashes fekete színű szempilla spiráját használtam. Meg hogy mondjam őszintén, hogy ezzel a Youth Better Girl szempilla spirálon nem igazán vagyok megelégedve. Az alsó vízvonalra pedig a szintén Essence Electric Vibe szenzúzát használtam, és ez a piros hashtag Stay Wild árnyalat. Úgyhogy rá is térhetünk a rúzsra, amihez most a Makeup Revolution Retro Luxe kitjéből hoztam a Regent árnyalatot, ami egy nagyon szép vörös, enyhén metál színű rúzs, és úgy gondoltam, hogy ehhez a kicsit extra, kicsit metálos dologhoz jól fog kinézni. Igazából el is készültünk. Tudom, hogy ezek a sminkek eléggé extrémek, még lehet, hogy tőlem is, viszont úgy vagyok vele, hogyha egy ilyen olcsó, egyszerű, hát nem túl jó hírnévvel rendelkező palettából extrém sminkek is kihozhatók, akkor biztos vagyok benne, hogy sima egyszerű típusú sminkeket is el lehet vele készíteni, ezért próbálok valami nehezebbet, bonyolultabbat készíteni, mert hát ha érdekel valakit, hogy ezek hogyan készülnek. Úgyhogy igazából el is készült a második smink ezzel a palettával, amihez ezeket a pirosokat és ezt a zöldet és az ezüstöt használtam. Elérkeztünk a harmadik egyben utolsó sminkünkhöz, amihez ilyen kék, ezüst, valami hűvös árnyalatot akartam használni, és ez a két szín együtt annyira jól mutat, hogy valami ilyesmit szerettem volna. És úgy gondoltam, hogy legyen megint egy ilyen halo eye effektus, viszont egy nyitott halo eye effekt. Annyi problémám van csak, hogy nincsen egy transition árnyalat ehhez a színhez, úgyhogy
Megpróbálom először óvatosan ezt szépen felvinni a külső és belsővébe, és utána vissza fogok menni, és kicsit megerősítem a színeket, de ugyanezt az egy színt fogom használni transition árnyalatnak és magába a külső és belsővébe. So high they can't touch us. So top notch, none above us. We done came so far, now we up now. Had a vision, stuck to it, never back down. Never had much, now we on the whole thing. Spread it all around the world, watch it all change. Came alive, now they all see the greatness. Light shine so hot they can't take it. Dancing with my fear. Ahogy egy puffercsettel vittem fel ezt a kéket és elsatíroztam, egy ilyen viszonylag halvány, ilyen kékezöld árnyalatot vett föl, viszont ahogy egy ilyen ceruzácsettel szépen fölpaskolgattam a színt, sokkal jobban visszaköszön ez a rendes kék árnyalat. Úgyhogy igazából, hogyha tényleg ilyen paskoló mozdulatokkal visszük föl, akkor sokkal koncentráltabb lesz a szín és visszaköszön az eredeti, hogyha pedig elsatírozzuk, akkor ad egy ilyen furcsa kékezöld színt, ami annyira nem vészes, viszont nekem nem feltétlen tetszik. Viszont térjünk át a középső részre a Halo Eye Effectnek, és ehhez ezt az ezüst színt fogom használni, amit újjal fogok felvinni, és eddig mindig összekötöttük a kettőt, de most direkt nyitva hagytam, hogy egy ilyen nyitott effektusa legyen igazából, úgyhogy az ujjammal fogom felvinni ezt az ezüst árnyalatot. Majd pedig vissza fogok menni az előzőleg használt kék árnyalatra, és egy picit itt az éleket összedolgozom, de figyelek arra, hogy túlságosan ne vegyek el ebből az ezüst színből. Majd pedig ugyanezt az első kék árnyalatot fogom használni, és szépen fel fogom vinni az alsó szempillasorra. A belső szemzugomba ezt a legelső, hát ilyen irizáló, kékezöldes árnyalatot fogom felvinni. Majd pedig megcsinálom a másik szememet, felviszek egy kis szempillas spirált és szemceruzát, és utána vissza is térhetünk a szánkra. És vissza is tértem. Szempillas spirálnak az Essence Get Big Lashes szempillas spiráját használtam. Az alsó vízvonalamra a szintén Essence Electric Vibes szemceruzáját használtam Hashtag Paradise árnyalatban. Majd pedig csináltam egy fél cica szemet a NYX Liquid Suede folyékony rúzsával Little Denim Dress árnyalatban. Ez gyakorlatilag megegyezik azzal a kékkel, ami most a szemhíjamon van, úgyhogy egy kicsit ilyen láthatatlan, de mégis ott van. Feketével is tök jól tud kinézni, viszont tényleg csak innenstől kifele húztam, adjon egy kis cica szem effektet, de mégse túl feltűnő. A rúzs rész pedig valamiért elveszett, de a NYX Liquid Lingerie folyékony rúzsát használtam Lace Detail árnyalatban, ami azért jó ehhez a sminkhez, mert egy nagyon világos rózsaszín árnyalatról van szó. Kicsit olyan, mintha nem lenne rajtam rúzs, ezért a szem az jobban fókuszba kerül, de mégse annyira korrektor színű, hogy olyan furcsán világosnak tűnjön. Úgyhogy igazából el is készült a harmadik egyben utolsó sminkünk ezzel a palettával. És igazából ennyi volt már ez a mai videó. Írjátok meg nekem kommentben, hogy a három smink közül melyik tetszett nektek a legjobban. Én most nem nagyon tudok dönteni az első és a második között. Az első sokkal különlegesebb színösszeállítású, a másik pedig maga a technika sokkal különlegesebb.
de talán egy kicsit a másodikhoz húz a szívem egy kicsit jobban, de mondjátok meg nekem ti odalent a kommentben. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!